Jó reggelt kívánok 2023. november 24-én, pénteken. Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami mennyei atyánktól, és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei édesatyánk, megköszönjük neked, hogy nem kell, hogy a napjaink egyhangúságban teljenek, hanem te változatosságot adsz. Hol így, hol úgy. Bocsáss meg azt, amikor elégedetlenkedünk vagy. Netán az irítség vagy a féltékenység lelke uralkodik el rajtunk. Urunk, nem szeretnénk magunkat ehhez a világhoz szabni, hanem te hozzád, hogy azt tegyük, amit te jónak látsz. Kérünk, őrizd meg minket attól, hogy valaha is tévtanítókká legyünk. Add, hogy amit teszünk, amit mondunk, az valóban a te dicsőségedet szolgálja. Így kérünk, tisztítsd le a gondolatainkat, adj nekünk nyitott szívet, hogy meghalljuk a te igédet, akkor is, hogyha fáj olykor, amit mondasz, és meglássuk azt, hogy te azért nyúlsz olykor sebekhez, hogy megtisztíts bennünket. Így kérünk, Szentlélek Isten, te légy közöttünk, és munkálkodj most is a te igéd által. Az Úr Jézus Krisztusért. Amen. A mai napra rendelt hosszabb igeszakaszt olvasom Péter második levelének a teljes második részét a következőképpen. De voltak a nép körében hamis proféták is, mint ahogyan közöttetek is lesznek hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekségeket fognak közétek becsempészni. Ezekkel megtagadják az Urat, aki őket megváltotta, így gyors pusztulást hoznak magukra. Sokan fogják követni kicsapongásaikat, és miattuk káromolni fogják az igazság útját, benneteket pedig szép szavakkal fognak kifosztani kapzsiságukban. Ellenük már régóta készen van az ítélet, és nem kerülik el kárhozatukat. Mert Isten nem kímélte a bűnbe esett angyalokat sem, hanem az alvilág sötét mélységébe taszította őket, hogy őrizetben maradjanak az ítéletig. Nem kímélte meg az ősi világot sem, hanem csak Noét, az igazság hirdetőjét őrizte meg nyolcad magával, amikor özönvízzel borította el az istentelenek világát. Elhamvasztotta és pusztulásra ítélte Sodoma és Gomora városát, intő példaként azoknak, akik istentelenül élnek. Viszont az igaz Lótot megszabadította, aki szenvedett az elvetemültek kicsapongó viselkedésétől. Mert ez az igaz ember, amikor közöttük lakott, gonosz cselekedeteiket látva és hallva, napról napra gyötörte igaz lelkét. Éppen így, meg tudja szabadítani az Úr a kegyeseket a kísértésből, a gonoszokat pedig büntetések között tudja megtartani az ítélet napjára. Különösen azokat, akik tisztátalan vágyaik után mennek és az Isten felségét megvetik. Ezek vakmerők, elbizakodottak, akik attól sem rettennek vissza, hogy dicsőséges hatalmakat káromoljanak, holott még az angyalok sem mondanak ezekre az Úr előtt kárhoztató ítéletet, jó lehet erőben és hatalomban felülmolják őket. Ezek pedig olyanok, mint az oktalan állatok, amelyek természettől fogva megfogásra és levágásra valók. Azt káromolják, amit nem ismernek, és azokhoz hasonlóan fognak elpusztulni is. Ez lesz gonoszságuk bére. Ezek gyönyörűségnek tartják a dőzsölést fényes nappal, szennyfoltok és szégyenfoltok ők, akik álnokságaikban tobzódnak, amikor együtt lakmároznak veletek. Szemük parázna vágyjal van tele, és telhetetlenek a bűnben. Elcsábítják az álhatatlan lelkeket, szívük gyakorlott a kapzsiságban, átok gyermekei. Ezek elhagyták az egyenes utat, eltévedtek és követték Bálámnak, Beor fiának útját, aki a gonoszság bérét szerette, de aki a vétkéért feddést kapott. Egy néma igavonó állat emberi hangon szólalt meg, és megakadályozta a próféta esztelenségét. Ezek víztelen források, forgószéltől sodort kötfoszlányok, akiknek a sötétség homája van fenntartva. Mert üres, fellengzős szólamokat hangoztatva, testi vágyaik kiélésére csábítják feslett életükkel azokat, akik nem régen szakadtak el a tévejgésben élőktől. Szabadságot ígérnek nekik, bár maguk a romlottság szolgái, mert mindenki rabja lesz annak, ami legyőzte. Mert ha az Úrnak és az üdvözítő Jézus Krisztusnak megismerése által megszabadultak a világ förtelmeitől, de ismét belekeveredve azokba elbuknak, ez az utóbbi állapotuk rosszabb lesz az elsőnél.
mert jobb lett volna nekik, ha meg sem ismerik az igazság útját, mint hogy azt megismerve elforduljanak a nekik adott szent parancsolattól. De betelt rajtuk az igaz példabeszéd. A kutya visszatér a maga okádására, és a megfürdött disznó sárban hempereg. Eddig a felolvasott ige szakasz. Kedves testvérek, azt szoktam mondani, hogy az Úristen formál bennünket, és amikor eljutok odáig, hogy már csak olyan kis vésővel, meg reszelővel kell dolgozgatni rajtam, akkor csak egyszer hozza a láncfűrészt és átalakít. És van, amikor olyan keményen beszól az igéje, hogy az embernek akár sírni lenne kedve. Mert rájön arra, hogy még mindig nem jó, még mindig nem elég. És aztán kiderül, hogy nem én vagyok az, aki önmagamat megváltoztatom, hanem az Isten lelke kell, hogy indítson erre. Még akkor is, ha egy olyan ige szakasz van előttünk, ami talán az egyik legkeményebb a szentírásbeliek közül. A tévtanítókról szól, és természetes, hogy itt nem a tanítókat, tanárokat, a pedagógusokat kell rajta értenünk, hanem elsőrenden az ige hirdetőket. És akkor most már lehet nyugodtan újjal mutogatni a papokra, lelkipásztorokra, lelkészekre. Nem így van. Ki az ige hirdető? Te. Aki megtért hívő keresztjén ember, az nem teheti, hogy nem hirdeti az Isten igéjét. Aki valóban átadta az életét Jézus Krisztusnak, aki megtapasztalta, hogy mit jelent a bűnből megszabadulni, az egyszerűen nem képes a többieknek ezt tovább nem adni. Nem képes arra, hogy meg ne akarja menteni őket. Minden megtért hívő keresztjén ember ige hirdető is. Nem pusztán a szavaival, hanem a cselekedeteivel, az életvitelével is. Hát ezért ítél meg minket ez az ige, hogy vajon milyen az életünk. Ami rossz, szabad Isten elé vinni, ami jó, azért pedig szabad hálát adni. De semmiképpen sem szabad csak pusztán saját magunknak megtartani, amit Istentől kaptunk. Péter, amikor ezt leírja, akkor továbbra is a gnózistól akarja megvédeni a gyülekezetet, ami beszivárgott az egyházba is. Tulajdonképpen ők azt is hirdették, hogy nem pusztán a tudás által lehet üdvözülni, hanem hogy a test az egészen másképpen kezelendő. Kétféle irányzat volt. Az egyik azt mondta, hogy a test az fölösleges, és ezért sanyargatni kell, aszkéz is, állandó bőjt, mindentől megfosztani magunkat. A másik irányzat azt mondta, hogy igen, a test az fölösleges, ezért tök mindegy, mit csinálok vele. Együnk, igyunk, tőzsöljünk, szexuális kicsapongás és bármi, minden belefér, hiszen az csak a test. De ez nem igaz. A Szentírás alapján nagyon is jól tudjuk, hogy amit testben teszünk, az visszahat ránk a lelkünkre, az életünkre, és ez fordítva is igaz. Amikor lélekben kapunk valamit Istentől, az hatással van a testünkre is. Nem fogok most a pszichoszomatika témakörébe mélyebben belemenni. Példákat sorol fel. Elmondja, hogy vannak angyalok, akik bukottak. A titkok az úréi, a miénk a kijelentett dolgok, azt gondolom, hogy nem ez az elsődleges, amivel foglalkoznunk kell, de elhallgatni sem szabad. Ott van Noé. Nem csak a Mózes első könyvében olvasunk róla, hanem azt olvasuk az Új Szövetségben, hogy ahogyan Noé idejében volt, ettek, ittak, házasodtak. Úgy lesz az emberfia eljövetelekor is, amikor nem várják. Isten nem elpusztítani akar, hanem magához vonni. De ott van Sodoma és Gomora példája, ami az egyik legrosszabb hírű város volt akkoriban, és elpusztította Isten. De Lótot kimenekítette. Mert Lót nem érezte jól magát abba a közegbe, ahol úgy élnek, ahogy. A hívő keresztjén embernek fáj a világ istentelensége. Így volt Lóttal is, és amikor már menekülnek, a felesége visszanéz és sóbálvánnyá mered. Soha ne néz vissza. Ez volt annak a színdarabnak a címe, amit az evangelizációkor előadtak. Érdemes megnézni, rákeresni itt a YouTube-on. Soha ne néz vissza. Utána Bálámat hozza fel példaként, akinek megszólalt a szamara. És noha a magyar mondás azt mondja, hogy áll, mint Bálám szamara, azért állt meg, hogy utána embernyelven megszólaljon az a szamár,
és elmondja, hogy vedd már észre, hogy mit csinálsz, hogy nem átkozhatod meg azt a népet, amelyik áldott lesz. Nem meséket követve ismertettük meg veletek a Krisztus útját, ezt mondja tegnap az ige. A következő hasonlat azt mondja a tévtanítókról, hogy víztelen források. Hogy értsük? Emlékezzünk arra, amit Jézus mondott az ünnep utolsó napján. Aki szomjazik, jöjjön én hozzám, és igyék, és vegye az életvizét ingyen. És aki hisz én bennem, annak belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Mi ömlik belőled? A panasz? Csúnya beszéd? Vagy tudsz jót mondani? Tudsz bátorítani, biztatni, igét mondani? Mi jön belőled? Végül, a végén azt mondja el, hogy mi történik azokkal, akik megismerik ugyan a Krisztus útját, de nem hajlandóak teljesen átadni magukat. A megismerés, és itt pontosan a gnózis szó szerepel, nem egyenlő a megtéréssel. Az, hogy egy köztes állapotban vagyok, és egy kicsit már átadtam magam Istennek, de még teljesen nem, az a teljes bukást fogja magával hozni. Ki lehet esni a kegyelemből, szokták a kérdést feltenni. Nem. Ha valaki teljesen benne van, az nem eshet ki belőle. De aki nincs benne teljesen, az még veszélyben van. Az a szó, ami itt szerepel a 20. versben, hogy az üdvözítő Jézus Krisztusnak megismerése által megszabadultak a világ förtelmeitől, az az eredetiben úgy szerepel, hogy elkerülték. Magyarul valójában nem megszabadultak, hanem csak elkerülték egy időre. Igen, a gonosz újra és újra támadni fog. És nehogy beteljesedjen rajtunk a példabeszéd, amit itt idéz az apostol, és valójában a példabeszédek 26-11-ből van, ahogyan a kutya visszatér okádására, úgy ismétli meg bolondságát az ostoba. Ne légy ostoba. Ne térj vissza. Ne nézz vissza, hanem menj tovább azon az úton, amin Isten elindított. Amen. Imádkozzunk. Bocsáss meg, Urunk, amikor engedünk a világnak. Amikor elgyengülünk, elbukunk, amikor visszatérünk a magunk okádására. Urunk, olyan sokszor vannak dolgok, amiket eléd viszünk, átadunk neked, aztán mégis visszavesszük a kezedből és tovább csináljuk. Te szabadíts meg minket, és köszönjük, amiből már megszabadítottál, és ami már nem kísértés többé. Kérünk, te áld meg a hétvégénket, áld meg adventi készülődésünket, hogy valóban a szívünket, a lelkünket tudjuk tisztára seperni az Úr Jézus Krisztus segítségével. Így kérünk, hogy te adj erőt a feladataink elvégzéséhez. Ha jónak látod, adj a betegeknek gyógyulást, vigasztald meg a gyászolókat, légy az egyedülállókkal, és adj békességet háború helyett. Köszönjük, Urunk. Amen. Együtt imádkozzuk az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána a békesség Istene szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, fedhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhív erre titeket, és ő meg is cselekszi azt. Amen. Áldott napot, és majd áldott hétvégét mindenkinek.